reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, 7 óra 12 percen folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy Rádion. Azt írja a... hallgató. Számítógépem, hogy mínusz 7 fok van kint. Hát van, ahol van olyan is biztos, de én mínusz 3-ban jöttem be a rádióban. Az én is, de hát az mindig napkeltekor van a legnagyobb hidegség. Bőven egy órája volt. Nekem itt mínusz, várjál. Másfél. Na. Ráfrissít. Oké. Mínusz 6-ot ír. Tessék. Itt helyileg, Visontán. Na, hát akkor csodálatos. Na, szóval a Millás reggeli műsora szól, ahogy mondtuk, Kántor Endrével. És Mihálovics Andrással. Egymást mutatjuk be. Ezt egymás. Azért mondom, hogy vannak, akik ezt nem vették még ezt a lapot, úgyhogy téged természetesen üzenőfalunkat az én kiejtésem uralja. Andrásnak annyira jó a külföldi kiejtés. Simán elmehetne hanglisül éneklő magyar zenésznek. Jól mondtam a hanglis? Zeniális. Aztán erős kezdés a gazda védelmében, he-he, teszem hozzá én ezt a hehét, Kim Basinger helyett lehet inkább Basinger. Rosszul mondta Endre, hát, rosszul mondta Endre. Mindenféle lehet, persze. Mindenféle? Amit akarsz. Hát akkor az is lehet, ahogy én mondom. Kem? Kemnek is mondják azt. Kim Basinger. Akkor az is jó. Köszönjük. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Az M3-as bevezető az Andrea által említett baleset helyszínelése még tart. Nagyon nagy a dugó befelé. Körülbelül befelé a Mogyoródi lehajtóig tart. Ott kezdenek elakadást jelzőzni az autósok, tehát ott nagy a pitty-putty, az M3-as bevezetőt kerülje mindenki. Az M0-as autóúton Győr irányába az Annahegyi pihenőnél baleset van elég jelentős torródással. Illetve Rákóczi szép jó reggelt hídon, igen, mindenkinek. A soroksári lehajtó előtt a belső sávban igen. Baleset. Mínusz 6-7 fokos hidegben, de száraz utakon lehet jó tempóban közlekedni. Őrbottyán, Csomád, Fót, M2 Dunakeszi útvonalon. Innen viszont vonat javallott, írja a polcológus. Az M7-es bevezető a Budaörsi úton két autó koccant a belső sávban befelé, írja Petya hallgató. Illetve mikor lesz új főcím, vagy egy régi újra melegítve. Ez már nem közlekedés. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. A Járókkelő Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátorával, Molnár Zsuskával beszélgetünk. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na, van egy kezdjük pár... a karácsonyi vásárokkal, az annyira vicces, hogy mindenki kipakol, örül, angyalkák, forralt borillat, karácsonyi, Mariah Carey, és egy kis forgalmi akadály. Igen, igen, mindenki örül, azok is egyébként, akik a jelzéseket küldték, tehát ők is leírták, hogy nagyon szeretik a karácsonyi vásárokat, igazából a Pest Erzsébetről és a harmadik kerületből érkezett hozzánk jelzés adventi vásárral kapcsolatban, hogy nagyon szuper, nagyon klassz, csak éppen az a probléma, hogy valamilyen útvonalat eltorlaszolnak. Óbudán a kerékpár utat, amivel kapcsolatban egyébként a bejelentő megjegyzi, hogy lehet, hogy nem a legokosabb dolog a főtéren keresztül vezetni, ahol ugye macskakül van, tehát hogy hosszú távon érdemes lenne azon is gondolkodni, hogy magát a kerékpárutat egy másik útvonalon vezessék el. Pest Erzsébeten pedig az a probléma, hogy ahogy a jelzést küldő írta, hogy nagyon túl terjeszkedik a
vásár, tehát hogy az összes közlekedési útvonalat gyakorlatilag eltorlaszolja, vagy leszűkíti, és hogy vannak, akik gondolom reggeli munkába járásnál buszmegállóba sietnének, és akkor a karácsonyi vásáron kell keresztül verekedniük. Hát ez megadja legalább az alaphangot, már karácsonyi hangulatban szállunk fel a buszra. Igen. És hát mondhatnánk, keressük a jót a nehézségek közepette is. Igen, ők is leírják egyébként, hogy abszolút örülnek a vásárnak, és hogy nyilván ez most már így van, de mind a ketten kérik az illetékeseket, hogy esetleg a következő évre gondolják át, hogy lehetne másképp, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon kedves udvarias jelzés mind a két. Uh-huh. Egyébként gondolom az önkormányzat adja ki a területfoglalási engedélyt, és azt gondolnám állampolgárként, hogy nagyon szépen körbeírják centire, hogy mennyit lehet elfoglalni. Akkor ezek szerint ezt vagy az árusok nem tartják be, vagy nem ellenőrzik, vagy nincs ez meghatározva, ez nekem hát, egy rejtély. Vagy lehet az is, hogy az önkormányzat így adja ki az engedélyt, ezt nem tudjuk, mi továbbítottuk az önkormányzatnak, és akkor ez ki fog derülni, hogy itt, uh-huh. itt mi történik. Azért csak, hogy a másik oldalnak a szempontjait is figyelembe vegyük, azért azt is lehet érteni, hogy nyilván minden kerületben valamilyen főtérre tudják ezt telepíteni, és hát ezek nagyok, ezek a karácsonyi vásárok, tehát hogy, uh-huh. tehát, hogy valahol valamit biztosan zavarnak, vagy elfoglalnak. Itt nyilván azt érdemes mérlegelni, hogy hogyan lehet akár terelő útvonalakat fölrakni ilyen esetben, hogyha már ott van a karácsonyi vásár, vagy hogyan lehet tényleg minimálisra szűkíteni a zavaró tényezőket uh-huh. a gyalogosok és a kerékpárosok számára, akik meg szeretnének közlekedni. Igen, hát ha mondjuk oké, de azért igen. ez mind sok helyen így van, tehát sok országban, vagy városban így van, hogy ilyenkor, amikor ilyen nagy vásárok le vannak, meg ünnepi, hát valamiért, tehát valamit, azt hiszem az embereknek azért hiányzik az, hogy kicsit ilyen közösségi tereken legyenek, meg együtt legyenek, hát kint talán még a szabadban ez egy kicsit biztonságosabb. No, ha már közlekedés szóba került, akkor beszéljünk arról, hogy ugye a jelző lámpának elvilegben az a funkciója, hogy gördülékenyebb és gyorsabban abszolválhatóvá tegyen bizonyos neuralgikus pontokat a közlekedésben, de amikor maga a jelzőlámpa akadály, az egy érdekes ez szituáció. Igen, ez és ez azért különösen érdekes a most következő sztori, mert hogy én járok arra elég gyakorta, és hát nem is jutott eszembe, hogy ez ilyent is lehet mondjuk nálatok bejelenteni. Hát akkor itt a példa, hogy lehet, úgyhogy nyugodtan, ha valaki ilyet tapasztal, konkrétan a jelzés arról szól, hogy a Kolosi térnél az éjszakai órákra vonatkozik a jelzés, tehát nem a nappali órákra, az éjszakai órákra, hogy ott annyira kevés már a gyalogos, mondjuk egy ilyen 11 és 5 óra közötti időszakban, annyira alacsony a gyalogos forgalom, hogy a bejelentést küldő azt javasolja, hogy érdemes lenne ilyenkor egy ilyen sárgás villogó rendszerre váltani, mert hogy az autósoknak szóló piros jelzés ez nagyon-nagyon megfogja a forgalmat. Gondolom hosszú ideig fölöslegesen várnak, de akkor te ezt biztos jobban tudod, hogyha te is jársz arra. De ez úgy, pont hogy... így van, ahogy a kedves uh-huh. bejelentő leírta, idegesítő, már tényleg nem történik semmi. Tehát ott az nem egy nagyon frekventált hely gyalogos közlekedés szempontjából a késő esti órákban, és tényleg, amikor ott állunk sorba, komoly dugók szoktak kialakulni, úgyhogy előtte meg utána suhan az ember végig. Uh-huh. Itt aki a jelzést küldte, ő azt javasolja, hogy mondjuk 11-től hajnali 5-ig lehetne egy ilyen sárgás villogórendszer, vagy esetleg egy ilyen nyomógombot fel lehetne szerelni, és akkor, hogyha valaki mégiscsak szeretne átkelni, akkor meg nyomógombbal jelezhetné. Nyilván itt az illetékesnek, aki a Budapest közút jelen esetben ugye forgalomtechnikai kérdésekkel ők foglalkoznak, mérlegelni kell, hogy ez itt megvalósítható-e, mennyiből valósítható-e, meg indokolt-e, úgyhogy mi elküldtük, és akkor reméljük, hogy ők ezt felülvizsgálják, ezt a kereszteződést itt, és találnak megoldást a problémára. Uh-huh. No, akkor még néhány kérdést boncolgassunk. A megrongált szobrok. Ez is egy érdekes felvetés, mert hogy ez is elég gyakran előfordul sajnos, hogy az ember lát egy szobrot, és akkor azt valaki valamilyen oknál fogva megrongálja. Ilyen volt a Bikás Parkban is, de az az érdekes, hogy arról is jelzést kaptatok, hogy a Szabadsághíden az a miniszobor Ferenc Józsefről, amit a Kolotkó álmodott oda,
arra, az is, mintha veszélyben lenne, és ilyen rongálás előtti állapotban leledzene. Igen, a Bikás Parkban van egy szobor csoport, tulajdonképpen az a címe, hogy Monda. Bikák vannak ebben a szoborcsoportban, és az egyik bikának a feje fölött van egy nap, és ennek a sugarait törték le, illetve a bejelentő jelezte azt is, hogy itt általában azért elég szemetes itt a szoborcsoportnak a környéke, úgyhogy lehet, hogy egy picit így jobban oda kellene figyelni ennek a szobornak a karbantartására. És hát igen, a Kolotko miniszobrokat szerintem mindenki ismeri a városban. Itt tulajdonképpen nem rongálás történt, hanem szerintem egy kicsit ilyen túlzóás, amivel a Szabadsághídon található Ferenc József szobrot, ez egy miniszobor, egy függőágyban fekszik Ferenc József, nagyon kedves, szép szobor, de hogy tele aggatták lakatokkal, ugye ez egy szokás, hogy a különböző helyekre lakatokat zárnak, viszont hát ez egy miniszobor, úgyhogy egy idő után a bejelentő szerint nem fogja bírni itt a súlyokat, és egyszerűen le fog törni, úgyhogy itt azt kérné, hogy az illetékeseket, hogy vágják be ezeket a lakatokat, reméljük, hogy ezek utána nem fognak visszatérni, és nem, ez nagyon nehéz. Ez a lakatolás, ez egy ilyen teljesen ilyen elharapódzó. Hát szoktak csinálni ugye ennek ilyen külön helyet, és akkor próbálják oda irányítani a lakatokat. De igen, azért... ez egy teljesen jó megoldás lehet egyébként, tehát hogy itt a szobornál is szerintem abszolút lehet ilyet kijelölni, vagy akár egy kis táblával felhívni a figyelmet, hogy ne a szoborra lakatoljanak, mert esetleg nem fogja elbírni a súlyt, tehát hogy ezekre szerintem számos megoldás létezik. Hát az, ami a forgalmi sávokról és a kerékpársávokról írtak, az viszont egészen elszomorító. Az, hogy láthatatlan forgalmi sávok vannak, mert lekapott a jelzés, az egy dolog, de hogy megint elharapódzott az, hogy a kerékpársávra parkolnak több helyen. Nekem azt hiszem a Karintin szokott lenni nagyon sokszor ilyen probléma. Az balesetveszélyes is, mert ugye a kerékpárosoknak kerülniük kell ki a forgalomba, meg hát egyébként is. Hát igen, meg ez egy nagyon fontos dolog lenne azért, hogy a közlekedők tartsák tiszteletben egymást, ez szól nyilván a kerékpárral közlekedőknek és az autóval közlekedőknek is, tehát én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy a közlekedők alapvetően figyeljenek egymásra, mert így lehet jól közlekedni. Itt ugye a konkrét történet az a Kóskároly sétányról érkezett egy bejelentés, ahol hát feltételezi a bejelentő, hogy itt a jégkori pálya forgalma miatt, mert ugye ez nyilván ebben az időszakban emelkedik, hogy itt a jégkori pálya miatt rengeteg a parkoló autó, és hát pont a Kóskároly sétányon, a kerékpár úton parkolnak az autók nagyon nagy számban, ez egyébként látszik az általa beküldött fotón is, és hát kéri, hogy ezt nagyon jó lenne, hogyha a közterületfelügyelet megvizsgálná ezt a helyzetet, és valahogy próbálná ennek elejét venni, mert ugye ebben az a nehéz, hogyha egy autó leparkol, akkor már leparkol még egy, hogyha már ott van 3-4, akkor meg már mindenki azt gondolja, hogy ez így a legjobb, úgyhogy itt tényleg látszik a fotókon, amiket küldött, hogy sornyi autó el, tehát hogy itt már nem egy vagy két ember nem veszi figyelembe azt, hogy itt egy kerékpárút vezet tovább, hanem hogy ez egy ilyen tendencia lett ezen a területen. Suska, köszönjük szépen az infókat, hogyha valakinek van bejelenteni valója, vagy szeretne kérni valamit, a járókelő.hu-n be tudja jelenteni, és akkor megpróbáljátok megoldani, szóltok az illetékeseknek. Köszönjük szépen, jó munkát nektek, szép napot! Én is nagyon köszönöm, sziasztok! Molnár Zsuskával beszélgettünk, a Járókelő Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátorával. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Ezen a napon 1943-ban felsírta kis James Douglas Morrison Melbourne-ben, ami nem az a Melbourne, hanem a floridai Melbourne. Akkor még az édesanyja nem sejtette, hogy majd Gyík király néven ez így fog van. Maradandót alkotni. De ugye nagyon, nagyon érdekes élete volt neki. Az biztos, hogy hamarabb vége lett, mint azt ő remélte 1971-ben Párizsban. Minden esetre nagyon nagy hatással volt rá Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, William Blake például. Rimbaud 3.
Jack London, Oscar Wilde, Keats, Shelley, Walt Whitman. Hát neki küldjük és tisztelgünk előtte.